momentumos Cseh Katalin céges ügyei kapcsán pontosan jól látszik, hogy bizony nagyon nagy szükség van a magyar parlamentben egy harmadik útra. Hiszen most már jól látszik az, hogy nem csak a Fidesz építi Ulambátyám rendszert, ahol pályázatokat családtagok is, barátok is nyerhetnek, hanem bizony a balliberális oldalon is ez a helyzet. Azt mondhatjuk, hogy hatalomtechnikai szempontból egyik nagy politikai tömb sem különb a másiknál. És pontosan azt is, ami az elmúlt 30 évben jellemző volt, hogy bizony mind a két nagy politikai tömb, mint a Fidesz, mind a balliberális oldal ígérte az elszámoltatást, de valójában ebben komoly eredményeket szinte soha nem tudtak felmutatni. Ezzel szemben, ez a két politikai tömbben szemben van a Mi Hazánk mozgalom, amelynek polgármesterei nap mint nap bizonyítják azt, hogy bizony lehet tisztességesen, becsületesen vezetni településeket. Elég, ha csak azt említem, hogy tavaly év végén a Mi Hazánk polgármesterei nem jutalmazták meg magukat, szemben olyan polgármesterekkel, akik Fideszhez, Momentumhoz, Jobbikhoz köthetőek, és bizony év végén saját magukat jutalmazták, a Mi Hazánk polgármesterei ezt nem tették meg. Pontosan ez mutatja azt, hogy a magyar politikában 2022 után bizony nagy szükség van egy tisztességes és erős harmadik politikai erőre, amit a Mi Hazánk mozgalom képvisel, amely fék, és egyben a mérleg nyelve lehet a két nagy politikai tömbben szemben.